Szervusz Marian, jó napot kívánok! Valóban miniszter úr az imént tartott beszédet az ünnepségen. Most pedig arról fogunk beszélgetni miniszter úrral, hogy beszédében úgy fogalmazott, hogy a magyarok a szabadság népe. Miniszter úr, mit jelent ez pontosan, és mi 1848 valódi üzenete a mai élő fiatalok számára? A magyarok itt a Kárpát-medencében, ebben a nagyon szeles, viharos területen 1100 éve élnek. És ahhoz, hogy egy nép megőrizze a cselekvőképességét, az önazonosság szükséges, és ahhoz pedig szabadság kell. Szolga ember nem tud szabad lenni, nem lesz cselekvőképes. És 1848 volt az egyik bizonyítéka, éppen 175 évvel ezelőtt, hogy ezt mi rendszerint békésen próbáltuk alkotmányos eszközökkel elérni. Ez példa a mára is. A mai világunkra látjuk, Széchenyi Istvánt idéztem, valójában egy bomladozó Európát látunk, ahol a magyar nemzeti érdek az a szabadság, a rend és a béke megőrzése. Arról is beszélt, hogy ugye a kultúra ebben nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. Pontosan hogyan segít egyébként a kultúra, a nemzeti szuverenitás és a kultúránk, a magyar nép, a nyelv, a hagyományok fennmaradásában? A kultúra a legfontosabb, ahogy Babits Mihály fogalmazott, a magyarnak lenni a szellemi jelenség és lelki örökség. Ez a mi kultúránk, és csak akkor van tartalma a családi életünknek, a nemzedékeken keresztüli örökség átadásnak, hogy annak van tartalma. A mi kultúránk tartalma az összefoglalható három szóban: Isten, család, haza. Ugye a március 15-e kapcsán rengetegszer merül fel a márciusi ifjak neve, hiszen ugye ők is egy diák közösség voltak. Mi az, amit egyébként március 15-e tanít is nekünk minden egyes évben, amikor megemlékezünk róla? Egyrészt a bátorságot. A történelem folyamán nagyon sokszor van, hogy elbizonytalanodunk, akár a személyis életünkben, akár a történelem forgatagában. A kultúra az a gyökerünk, amelyből erőt meríthetünk. Ezt látom egyébként a bölcsikben, amikor a gyerekek arccal ragyog, amikor festik a magyar zászlókat, vagy rajzolják a huszárokat, de ezt látom az egyetemeinken is, amikor megkérdezem a hallgatóktól, hogy és miért tanulnak? Persze szeretnék jó mérnök lenni, jó orvos lenni, de végső soron a lényeg az az, hogy abból legyen olyan épület abból a mérnöknek a munkájából, ami a kultúránkat táplálja, legyenek olyan emberek, akiket az orvos meggyógyít, akik tovább viszik a kultúránkat. Ez az életnek a televénye, amit meg kell tennünk, és ezért fontosak a családok, és ezért fontos a haza. Ugyanis a családok nélkül a kultúránk nem fog tovább élni. A családban örökítődik át elsősorban a kultúra. De a családok egyenként nem képesek békét és biztonságot teremteni. El kell jutnunk odáig, hogy a haza legyen olyan erős, hogy meg tudjuk teremteni a békét és a biztonságot. És Isten szerintem azért fontos, mert az emberi életünk az véges. De Isten távlatot és reményt ad nekünk, hogy van értelme annak, hogy élünk. Miniszter úrnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mi pedig maradunk továbbra is itt a múzeumban. A mai nap folyamán egyébként még múzeum történészekkel, valamint múzeum pedagógusokkal is fogunk beszélgetni, és bemutatjuk azt, hogy milyen programok várják egyébként a családokat egészen a késő délutáni órákig.